De nézzük még, mit tudunk itt csinálni. A atya ég szétrobbantottam itt a Kai hát. Hát ezért nem lesznek boldogok majd a tanárok, hogy már itt első nap rombolok. És ezt itt ugye össze lehetne majd építeni, amit ugrál a földön, viszont mi még semmilyen varázsigét nem tudunk jelenleg. Úgyhogy tulajdonképpen egyelőre csak ilyen sugarakat tudunk kilőni, mivel rombolni tudjuk a környezetet. Építeni még nem tudunk, ahhoz a Wingardium Leviosa-t kell megtanulni egyébként, akármilyen meglepő, a Wingardium Leviosa-val fogunk tudni építeni. Úgyhogy először csak a lövöldözős dolgokat tudjuk itten elvégezni. És nem is tudom, hogy hol lehet a varázsigéket megnézni. Fogalmam sincsen. Nem tudom. Majd lesz egy ilyen, hogy mondjam, varázsige kerék szerűség, ahol ki lehet majd így válaszgatni a varázsigéinket, amiket tudunk használni, de mivel egyelőre még nincs semmi a varázsigénk, ezért valószínűleg ezért nem férünk hozzá egyből. Jó, szerintem itt mindent megcsináltunk, amit tudunk, menjünk kifele. És akkor most már itt vagyunk a klubhelyiségben. Ott egy karakter ikon például elrejtve kapásból a kanapé mögött, úgyhogy ezt gyorsan beszerezzük. Nézzük csak, ez egy Gryffindor-es fiú, hát ez semmi extra, ugye ezzel csodát nem lehet majd művelni, úgyhogy ez egy olyan karakter, amit tök fölösleges megvenni egyelőre. Na hát itt mi történik, kérem szépen? Egy ruhaevő szekrény. Végülis a Rockstorban vagyunk, úgyhogy ezzel nem kell meglepődni, hogy ilyen bizarr dolgok történnek. Itt mindig bizarr dolgok történnek, és hogyha még hozzáveszünk azt is, hogy LEGO játékról van szó, akkor a bizart azt fejeljük meg még bizarabban, szóval ez már bizarr a négyzeten. Mert a LEGO az alapból egyenlő a bizarrsággal. Hát még ha kombináljuk egy olyan varázsvilággal, mint amilyen a Harry Potteré. Úgyhogy itt ne csodálkozzunk, ha fura dolgok szemtanúi leszünk. Vagy fültanúi, mert hát olyan is van. De van itt elég sok pénz. Minden kanapé tele van pénzzel, hát ugye az évek folyamán mi a diákok zsebéből kipogyogott pénz és beszorult a kanapé réseibe, azok most felszínre kerülnek. Azt a mindenit, mennyi pénz volt ebben az asztalban is. Még igaz, csak tízesek, de hát aki a kicsit nem becsüli, az ugye a nagyot nem érdemli, szokták volt mondani. Nagyon jó, azt a kanapét meg tudjuk még ott lőni? Atya úristen! Megetettük a gyereket a kanapéval, és most szana szél rágta, és itt hever darabokba. Első napunkon nemhogy csak szétromboltunk egy kaját, most már gyilkosságot is elkövettünk. Hát ezért úgy ki fognak csapni minket, hogy a lábunk nem érje a földet, akkor át fogunk repülni. Sőt, hát az Azkabánba fognak minket kapásból bevágni szerintem ilyen rémes büntettek után. Na de lassan gyűlik a pénz, most már van több mint 100 000 LEGO pénzünk, és egyébként most meglepő lesz, ez egy totál random karakterre elég körülbelül. Na jó, hát mondjuk egy Harry karakterre. Tudunk venni egy, mit tudom én, Harry Potter, izé, Roxforti öltözetű karaktert, és még kb. Csak ennyire elég a 100 000, tehát például van Voldemort, azt hiszem, hogy Voldemort kapásból 2 millióba kerül. Ha jól emlékszem, azt tudom, hogy Voldemortot azt nem volt egyszerű megvásárolni. Szerintem nagyjából meg vagyunk. Vagy nem? Á, még itt is volt pénz, úgyhogy amit lehet, azt gyorsan összedünk. Ebből is lesz egy kis pénzünk, ebből a kis kocintós pohárból. Tök jó. Egyébként valószínűleg most egy órára kéne majd eljutnunk, valamelyik varázsigét fogjuk megtanulni, valószínűleg egyébként a Wingardium Leviosát, hiszen ugye az építés az mindenek az alapja itt a LEGO játékokban. Úgyhogy a legelső dolog, én úgy gondolom, az lenne logikus, hogyha megtanulnánk építeni. Jó, szerintem itt mindent megcsináltam, amit csak lehetséges a klubhelyiségben. Valahogy ezt a szekrényt az útból el kell tüntetni, és aha, itt van egy kép. Ezt a képet meg kell lőni, értem, lejön a szegény varázslócsávónak a gatyája a szekrény, meg ugye ami írjáld ruhákot zabálni, az befajta a gatyát, mi meg kimegyünk szépen ide. Na, hát akkor folytassuk az utunkat, az... Ezt hallottátok? Jézus, úristen! Ja persze, hát ez a kövér dáma, ez imád ugye sikoltozni, az a filmekben is ott énekelgetett. Halálra idegesítve az embereket. És egyébként úgy kell az utunkat itt megtalálni, hogy követjük ezt a szellemet, aki hagy ilyen nyomvonal legókat. Itt meg köszöntek a gyerekek, hogy há, mi is, nektek is há, szia, há. No, hoppá, itt ki lehet lőni ezeket az ászokat, és ezért kapunk majd valamit szerintem, vagy egy karaktert, vagy aranylegót. Ugyanis így gyűlik, már 3 az 5-ből megvan.
És van még itt egy zászló, és még lesz egy ötödik is valahol. Ebben a ládában itt, ami így mocorog, ebben mumus szokott lenni. Ezt majd a harmadik filmtől kezdve fogjuk tudni kezelni ezt a helyzetet. Itt pedig egy ilyen tündérmanó van. Ezt a második filmben fogjuk tudni megtanulni, kiírtani. Úgyhogy még egy csomó dolgot itt az első film esemény előtt nem fogunk tudni csinálni. Na, arra fel kell lefele menni, csak először eljövünk. Atya úristen, ez mi volt? Hirtelen úgy megijedtem ettől, aki így ott nézni, csak egy hirtelen kiugrott onnan a falból. Na, itt az ötödik zászló, és egy aranylegót kapunk érte, tök jó. Na, gyűlögettünk, azért most már van 5 aranylegónk, ez már talán elég arra, hogy a gringózba be tudjunk menni az abszolúton. Tiszta meglepő volt ez a kígyó. Egyébként igen, itt majd pár szószól kell beszélünk, szintén a második filmtől kezdve tudjuk majd alkalmazni. Na, menjünk lefele a lépcsőn, és ez a lépcső elmozdult a rossz irányba, pedig nekünk ugye errefele kéne tovább menni. Úgyhogy nekem itt most valamiért Sanna gyanúm támad, hogy a iskola egy rossz részére tévedünk így. Na, várja. Itt most Ron patkányát kell használnunk, ami a Ronnak egy ilyen különleges képessége, hogy a patkányát lehet irányítani, be kell mászni vele a kis résbe, benyomjuk ezt a cuccocskát, és hopp, egy háromfejű kutya van az ajtó mögött, határozottan rossz fele jöttünk. Na, gyorsan menjünk vissza innen. Nos igen, ugye ez a harmadik emeleti folyosó tiltott szakasza, mert megtiltották a diákoknak, hogy menjenek, mert különben szörnyet halnak. Valahogy így volt a filmben. Egyébként most kivel megyek? Most Ronnal megy? Elmenjünk Ronnal végül is, miért nem mehetnénk Ronnal. Tökjük ezeket a... Mik ezek? Páncélok, páncélokat is széjjel lehet itt gyalázni mindenféle módon. Nagyon egyszerűen mennyi pénzt kapok, és már 5-5-ször lőttem meg körülbelül, viszont most összeépíteni sajnos nem tudom, úgyhogy ez most így marad. Tudunk még itt valamit csinálni, ide is Wingardium Leviosa szakére. Jó, most nem lövöldözzük a csontvázakat végig, menjünk tovább. Nem csontváz, mindig csontvázat mondok valamire a lovagpáncél helyett. Miért mondom mindig, hogy csontváz, basszus, ez tiszta gáz. No hát. Szép hely ez a Roxfort. Lego Roxfort. Nem, kövessük a szerelmet, mert itt is lehetne csinálni annyi mindent, hogy az elképesztő. Na hajrá, menjünk. Különben elkésünk a óráról, és akkor le leszünk szídva keményen. Na tehát, az első óra pedig nem lesz más, mint úgy látom, hogy bűbájtan. Igen, ez itt a kis törpe professzor. És akkor tanuljuk meg ezt a Wingardium Leviosát. Így is van, építést fogunk tanulni. Micsoda könyvek ezek? Azt nézzétek meg! Egy lyuk, az egész egy nagy luk. És így beleérnek abba a lukba, úristen! Na, Ronald Weasley, alkos. Az igen. Végül is jól csinálod, csak rossz tárgyat jelöltél ki. Na, kapásból 3 embert felakasztott a lámpákra. Első feladatunk a Wingardium Leviosa gyakorlásának keretében az, hogy megmentsük a 3 diákot, akit bajba kevertünk. Ügyes tevékenységünkkel. Nézzük csak, ezt itt kapásból fel tudjuk Wingardium Leviosázni, és ez az egyik diák már talán meg is van ment volna, le tud élni, szuper! Elképesztően ügyesek vagyunk, haladjunk tovább. Nézzük, mit tudunk itt még lent kezdeni. Rengeteg mindent lehet ezzel a Harry Potterrel, a Lego Harry Potterbe csinálni, úgyhogy van egy jó hírem mindenki számára, ez egy hosszú végigjátszás lesz, mert kurva sok mindent lehet csinálni. Na, oppá, egy káromkodás, elnézést kérek. Nem szabad. Komolyan mondom, hogy akkor pofon fogom vágni magamat, vagy nem tudom. Az viszont már kicsit brutális lenne, ha itt ütögetni magam menet játék közül, úgyhogy inkább az se. De megpróbálom inkább nem káromkodni, az a legegyszerűbb. Na, micsoda szék, nézzétek meg. Fantasztikus technológia. A varázsvilágban egy könyv, ami repked. Szuper. Kapunk érte legalább pénzt. Kapunk érte pénzt, nagyon helyes. Itt egy lépcsőt fogunk építeni ezekből a legókból. Rövidesen. Csak először itt valaki engem emeljen csak föl. Köszönöm szép. Meg lehet forgatni a fákat is. Leesnek a levelei. Szuper. Ez még több pénz. Oda nézzetek, mennyi pénzt fogunk itt összeszedni. Elképesztően sok pénzünk fog összegyűlni. Már csak ennek a kis oktatópályának a végére is. Szuper, fantasztikus! Ezeket az ezüst legókat, amit ugye fénik előttünk, ezt majd csak a negyedik filmtől kezdve fogjuk tudni elpusztítani a Reductó, azt hiszem Reductó nevű bűbájjal. Úgyhogy erre még kicsit várunk, hogy használni tudjuk. Na, ezt láttátok? Az összes pénz a pályán kívül
robbant fel. Szokásos hiba, amit utálok a legjobb, hogy a pénz kimegy a pályáról. Egyszerűen elképesztően ideges, főleg akkor, amikor alapból nehéz egy pályán összegyűjteni a pénzt, és akkor még egy ilyen is előfordul, hogy fogja magát ugye, és kiesik a francba. Na már ez nem lesz egyszerű építés, mert olyan szuper érzékeny ez. Ezt ide kell rakni, hát van egy kép, ami mutatja, hogy hogy kell helyesen felépíteni, ott láthatjátok. Ezt pedig ide kell letennünk. Jó, azt hiszem sikerült az építést sikeresen kivitelezni, és föl tudunk jönni, de... Ismét egy repkedő könyv, remélem itt fog felrobbanni, és a pénz nem esik ki a pályáról. Hát ahogy hallom, egy kevés kiesett azért a falon. Na mindegy. Ide a pénzzel, köszönöm szép. És akkor még két diákot kell megmentenünk ide fent. Ó, lehet még itt csinálni dolgokat bőven. Na igen, a szokás szerint, amint el szoktam mondani, a free play nem lesz végigjátszva egyelőre. Free play-ekkel akkor fogunk játszani az összes LEGO játék esetében, amint a összes story módon befejeztük a játékokat. Tehát amikor, magyarul most ezt elmondom értelmesen is, egy olyan karakter hitatunk, egy boy, tehát fiú, ennyi, oké? Okay? Tehát, amint az összes LEGO játékot, ami jelenleg piacomon is játszható, végeztünk velük story módban, akkor fogunk áttérni a free play-ezésre, és először szeretnénk minden LEGO játékot story módban végigjátszani, ugyanis is jelentősen egyszerűbb és rövidebb a felvétel, valamint alapból ugye úgy van története is a játéknak, hogy a story módban játssza az ember végig. Viszont amint kifagyunk a story módokból és nincs mivel játszanunk, na akkor áttérjünk majd a free play-ezésre. A sorrend az nem tisztázott még, hogy melyik játékkal kezdjük a free play-ezést. Ez még nagyon odé van, ugyanis még szerencsére van bőven rendelkezésünkre álló LEGO játék, amivel még nem játszottunk, úgyhogy a free play az még várat magára. A következő diákat is megmentettük ez a gyönyörűséges mozdulattal. És van még valahol egy, valahol még egy, az itt is van, meg van, oké, ezt kell még itt felemelni, és szerintem akkor kész is vagyunk, nem vagyunk még kész? Miért nem vagyunk kész? Itt valamit még csinálni kell, ki kell, aha, ott van, ennek a tartókarnak egy része, még ezt meg kellett lőni hozzá ezt a képet. Jól van, azt odavarázsoljuk, és akkor hajrá! Csodás! Nagyon csodás. Wingardium Leviosa unlocked. Tudunk építeni. Tripla hurrá mindenkinek. Ja és persze eddig is kapunk egy aranylegót, hogyha befejezünk egy-egy varázsigéje. Tehát magyarul nem tudom már beszélni, tehát hogyha megtanulunk egy-egy varázsigét. Itt van egy tízezres, de most azért a tízezresért nem fogod a felmászni feltétlenül. Nem akarom ezt a tutot itt átépíteni. Na nézzük, mit tudunk még. Szerintem itt kész vagyunk, mehetünk akár tovább. Hát, ha elkövetkezik most végre a második pálya. Hát szerintem egy olyan három pályát fogok ma megcsinálni. Ó, egyébként azt még nem is mondtam, hogy itt a LEGO Harry Potter filmenként filmenként 6 pályából áll. És ugye mivel 4 film van ebben a játékban, ezért ugye 4x6, ami 24 pályát jelent, tehát összesen 24 pálya van ebben a játékban. Hirtelen leesett a framerate 30-ra. Miért esett le 30-ra? Ez furcsa. Na, építsünk csak itt. Egy keveset. Így né. Aztán menjünk tovább. Most nem tudom, hogy megint egy varázsigét fogunk tanulni, vagy a következő pálya jön most. Ez így nem tiszta teljesen előttem. Na mindegy. Gyorsan összeszedjük itt a dolgokat. Itt egy ilyen pixi. Jó. Pixikre nincs szükségünk. Menjünk ide be. Ahhoz, hogy bemenjünk, először meg kell építenünk ezt a képen látható struktúrát. Először azt mondja, hogy a kéket kell oda lerakni. Így, né? Utána jön a zöld. Így. Végül a sárga, és akkor ki kéne nyíljon az ajtó. Most nagyon remélem, hogy működnek az dolgok, és ki fog nyílni az ajtó. Hoppá, kérem szépen, mi volt ez? Gyertyákat lehet így gyűjtögetni? Jól látom ezt? Bizony, gyertyákat lehet gyűjtögetni, és a kíváncsiságom megint csak győzött afelett, hogy tovább menjek. Úgyhogy most akkor nézzük, hogy hol vannak még ilyen gyertyák. Ezeket most ki akarom lőni mindet. Ha jól láttam, 6 darabot lehet összegyűjteni. Ott van még egy.
Várjuk csak, azt én már kilőttem. Nem, jó, ott van, három. Ó, nézzétek meg, itt száll a pénz, dől a lé. Ott is van egy gyertya. Ez már így négy. Ott van még egy, és ott fönt láttam a emeleten még egyet. Hát remélem ezért egy aranylagot kapunk, vagy legalább egy karaktert. Karaktert az biztos, hogy fogunk kapni érte, ha más nem is. Na nézzük csak, hopp. Mit kapunk? Egy aranylegót, így is van, nagyon helyes. Szeretjük az aranylegókat, ide följövünk, itt valamit lehet csinálni. Aha, meg lehet etetni az oroszlánt, ezzel a húsrakásra be kell tenni ide az oroszlán szájába. Nyam, 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 nyam. Hopp, és egy bejáratot nyitottunk meg valahova. És nézzük meg, hogy ezt, megnézem, hogy ez hova vezet, aztán jövünk vissza, mert igazából nem nagyon akarok másfel elkódorogni. Igen, erre majd mindenképp el kéne jönnünk később, és szerintem ez vezet a Quidditch pályához is többek között. De egyelőre most még nem itt van dolgunk, úgyhogy... Mindenesetre ezt a bejáratot kinyitottuk.